Jó napot kívánok! A mai alkalommal egy kicsit az Európai Uniós pénzügyeket fogjuk áttekinteni. Bár ugye mindig mindenki azt szoktam mondani, hogy az Európai Unió az egy közös értékekre alapuló szervezet, de természetesen azért nem lehet elhanyagolni a pénzek jelentőségét. És legyünk őszinték, az elmúlt években, meg a következő években csatlakozott vagy csatlakozni kívánó új tagállamok esetében és az ottani elég jelentős támogatottsága az Európai Uniónak, az annak fényében történik, ez azért van, mert alapvetően anyagi hasznot remélnek az Európai Uniós tagságból mind a csatlakozni kívánó államok, mind pedig ezeknek a társadalmai is. Ahogy talán mondanom sem kell, és mindenki emlékszik rá, hogy Magyarországon is az Európai Uniós csatlakozás környékén azért volt egy ilyen anyagi jellegű vágy is a magyar társadalomban, és hát nagyon sok helyen, amikor az Európai Uniós tagság csalódásokat okoz, akkor pont ezek az anyagi hasznok és előnyök elmaradása az, ami ezeket a csalódottságokat néha okozza. Tehát kár lenne úgy csinálni, mintha a pénznek, a pénzeknek, az anyagi helyzetnek és az esetleges előnyöknek ne lenne semmilyen jelentősége az Európai Unióban. De az Európai Unió, mint minden szervezet, abból működik és azzal működik, amit az őt létrehozó és működtető államok vagy egyéb szereplők összeraknak. A pénzek tekintetében ezzel kapcsolatban az Európai Unióban az Európai Unióval kapcsolatosan ismertek ezek a fogalmak, mert sokat lehet ezekről a fogalmakról hallani, hogy egy tagállam nettó befizetője vagy nettó haszonélvezője az Európai Uniós tagságnak. Ez általában arra utal, ez azt szokta jelenteni, hogy vannak olyan uniós tagállamok, akiket ugye nettó befizető néven szoktunk emlegetni, akik többet fizetnek be különböző csatornákon keresztül az Európai Unió költségvetésébe, mint amennyit más különböző csatornákon keresztül kivesznek abból. Ennek egy klasszikus, legnagyobb példájaként jellemzően Németországot szokták emlegetni, és ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy vajon egy ilyen államnak miért éri meg az Európai Uniós tagság, vagy az Európai Unió működtetése? Németország esetében erre kifejezetten egyszerű és gyors válasz adható, ugye azzal, hogy Németország és az euró bevezetésével, ugye az eurózóna, az úgy Németország ennek a rendszernek egy központi eleme, ezzel lényegében a saját exportpiacait hihetetlen hatékony módon tudta megnövelni az elmúlt évtizedekben. Tehát általában a nettó befizető államok esetében, bár pénzügyi tekintetben nekik nem tűnik jó bulinak az Európai Unió, mégis mindegyik ezt működteti, és ennek a működtetésében részt vesz, aminek az oka az, hogy valahol valami más hasznot tudnak ebből kivenni. Míg az olyan államok esetében, akik nem minősülnek nettó befizetőnek, mert többet kapnak, mint amennyit beletesznek, nyilván az előny az egyértelmű, hiszen ők többet kapnak, mint amit beletesznek. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy ez nem lehet olyan egyszerűen, simán leegyszerűsíteni, hogy most mennyi a befizetés, mennyi a kifizetés, hiszen nem biztos, hogy maga az állam kap közvetlenül valami pénzt az Európai Uniótól. Sokkal gyakoribb az, hogy az Európai Uniós források különböző pályázatokon keresztül az adott államból érkező pályázókra, gazdasági társaságokra, önkormányzatokra, stb. Várnak. Tehát igazából nem az állam az, aki tevőleges aktusával ezeket a pénzeket kiveszi magának, hanem az adott államhoz tartozó, mondjuk nem állami szereplők pályáznak eredményesebben, vagy kevésbé eredményesen. Éppen emiatt nagyon nehéz, és nincs egyértelmű módszertan arra, hogy egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy mikor ki minősül éppen nettó befizetőnek, vagy haszonélvezőnek a rendszerben. És éppen ezért van, hogy gyakran a magyar kormánynak a kommunikációjában most már olyanokat is hallunk, hogy hát nem sokára már mi is nettó befizetők leszünk, ami egyébként szerintem politikai üzenet szempontjából nem biztos, hogy a legszerencsésebb. Gyakorlatilag viszont így az történik, hogy akkor egy
másfajta módszertan alkalmazásával juthat a magyar kormány arra a következtetésre. Miközben egyébként azt gondolom, hogy abban nincsen vita és abban nincsen kérdés a politikai szereplők között, hogy Magyarország még várhatóan nagyon sokáig nem tartozik majd azok közé, az államok közé, aki a befizetéseivel ezt a rendszert életben tartja. És amikor befizetésekről beszélünk, akkor azt megint nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy az ország miniszterelnöke megnyomja az átutalás gombot, és akkor átmennek a pénzek, hanem egész egyszerűen a vonatkozó uniós jogi szabályok alapján különböző befizetni valók, megfelelő, akár automatizmusokkal kerülnek az Európai Unióhoz. Mondok konkrét példát, tehát külső határon lévő állam, amikor vámokat szed be, akkor ezeknek a vámoknak egy részét ugye automatikusan az Európai Unió kell, hogy megkapja. Önmagában az Európai Uniónak saját közvetlen bevételei nem nagyon vannak, hiszen ez egy olyan nemzetközi szervezet, amiben az államok maguk határozzák meg azt, hogy milyen önálló bevételek lehetnek, vagy vannak, ezt úgy is határozzák meg uniós jogszabályokban. Ezek az úgynevezett uniós saját bevételek, ebből viszonylag kevés van, és akkor vannak különböző olyan hozzájárulások meg egyebek, tehát megfelelő arányok tekintetében kell, hogy az Európai Uniós tagállamok tegyenek. Ez különböző pontoknál, feladatoknál, uniós szervezeteknél különböző mérőszámok mentén kerül meghatározásra. De mindenki hallott már ugye a GDP-ről, ugye ez a bruttó nemzeti összterméket mérő mérőszámról. Az Európai Unióban általában nem a GDP-t, hanem az úgynevezett GNI, tehát ez a bruttó nemzeti jövedelem alapján szokták elszámolni, hogy akkor milyen arányban kell a különböző államoknak hozzájárulni az Európai Unió költségvetéséhez és költségeihez. Ugye ez egy relatíve nagy összegről beszélünk ilyenkor, amit ugye annak megfelelően struktúráltan meg kell tervezni, hogy hogyan kerüljön elköltésre. Ezért van az, hogy az Európai Uniónak nem csupán éves költségvetése van, hanem amit a köznyelvben úgy ismerünk, hogy úgynevezett 7 éves költségvetés. Ennek a hivatalos elnevezése az, hogy több éves pénzügyi keret, csak hát a fene se fogja így emlegetni, sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy 7 éves költségvetés. Ez nem is kell, hogy 7 éves legyen egyébként az uniós alapító szerződések alapján, de ez alakult ki. Tehát ennek fényében beszélhetünk az Európai Unió 7 éves költségvetéséről, amiről viszont soha nem beszélünk, mert senkit nem érdekel, az az Európai Unió normál éves költségvetései, mert ugye ilyenek is vannak. A legfontosabb különbség az, hogy a 7 éves költségvetésről nagyon komoly viták zajlanak jellemzően, és ez általában a média érdeklődését is eléri, hiszen a 7 éves költségvetés elfogadása teljes tagállami konszenzust igényel. Tehát a 7 éves költségvetés, tehát a több éves pénzügyi keret elfogadásához minden tagállamnak a hozzájárulására szükség van. Hogyha valaki még emlékszik, 2020 év közepén erről szóltak az Európai Uniós hírek, hogy mekkora viták zajlottak az Európai Tanács keretében, amikor ugye az Európai Unió állam és kormányfői találkoznak. Kicsit emlékeztetnék vissza a korábbi beszélgetésünkre, amikor az Európai Tanácsról és a Tanácsról beszéltünk. Tehát formálisan a tanácsnak kell elfogadni a 7 éves költségvetést, és ugye a tanácsnak ezt az ülését előzi meg jellemzően több Európai Tanácsülés, amikor ugye azokat a nagy politikai alkukat kötik meg az Európai Unió állam és kormányfői, amiket utána a 7 éves költségvetésbe belefoglalnak. Ne legyenek senkinek illúziói. A 7 éves költségvetés elfogadása kifejezetten fájdalmas folyamat, és ezt nem szereti senki. Nem véletlen, hogy ezt 7 évnél sűrűbben nem akarják csinálni az államok. Ugye azzal, hogy itt konszenzuskényszer van, ezért ez az a helyzet, amikor az egyes uniós tagállamok
megpróbálják az összes kiállított szívességkártyájukat beváltani, megpróbálnak mindenféle politikai alkukat kötni azért, hogy a 7 éves költségvetésben meghatározott keretek az számukra, illetve az ő politikáik, az ő társadalmuk, az ő gazdaságuk számára a létező legelőnyösebben nézzen ki. Tehát például jellemzően a közép- és kelet-európai államok, ugye ilyenkor szoktak úgy hivatkozni magukra a politikai viták során, hogy ők a kohézió barátai. Ezt a nyugat-európai nettó befizető államok ilyenkor gyakran nem túl kedvesen az öntudatos koldusok klubjának is szokták hívni. Ugye a kohéziós alapokban van nagyon sok olyan pénz, ami a közép- és kelet-európai államok számára fejlesztést és egyebekre nyitva áll. Éppen ezért ezek az államok ebben mindig érdekeltek, hogy ezekben az alapokban a 7 éves költségvetések során minél nagyobb összegeket tervezzenek be az államok. Míg azok az államok, akik ugye nem feltétlenül kedvezményezettjei a kohéziós alapoknak, amik ugye, mint a nevük is mutatják, az összeurópai kohézió megteremtéséért felelősek, tehát hogy minél kisebb legyen a különbség a különböző európai régiók között. Akik ebben nem igazán kedvezményezett pozícióban vannak, tehát a fejlettebb, gazdagabb államok, számukra nyilván nem annyira érdekes, hogy a kohéziós alapokban sok pénz legyen. És ez például egy állandó vita a 7 éves költségvetések során, a 2020-as tárgyalások pedig még külön nyakon lettek öntve azzal a hozzáadott problémával, amire még külön most még ki fogok térni nem sokára, hogy ugye az Európai Unióban fölmerült az a probléma, hogy valamilyen módon a jogállamisági hiányosságok tekintetében akár a pénzek visszatartásával lehessen valamiféle szankcionálást bevezetni, illetve a jogállamisági hiányosságok esetében jobban védhetőek legyenek a közösségi források, a közös Európai Uniós pénzek, aminek nyilván egyértelmű felhajtó erejét az adta, hogy a nettó befizető gazdagabb államok nagyobb biztonságba akarták tudni a befizetéseiket. Tehát itt még csak nem is arról szólt a történet, ahogy egyébként a magyar politikában megjelent, hogy itt a gonosz brüsszeli bürokraták pénzeket akarnak elvenni a szuverenista államoktól, hanem inkább arról szólt a történet, hogy azok a tagállamok, akik többet fizetnek be a közösbe, ők több garanciát szerettek volna látni azért, hogy az ezekkel a pénzekkel való esetleges visszaélésekkel szembe valamiféle erőteljesebb közös fellépés lehetséges lesz.